A főváros felé haladt a német rendszámú autó, amikor eddig ismeretlen okból letért a strádáról, majd az árokban egy beton áteresznek csapódott és kigyulladt. A balesetben a jobb első ülésen utazó 50 év körüli nőt a mentők megpróbálták újraéleszteni, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A gépkocsit vezető férfi és a hátul ülő utasa pedig súlyosan megsérült, őket kórházba szállították. Ugyancsak a hátsó ülésen volt még egy nagy testű kutya, neki nem lett baja. Információink szerint az egyik kecskeméti állatmenhelyre szállították. Úgy tudjuk, hogy az autó utasai Törökországból, Németországból tartó vendégmunkások voltak. Az M5-ös ezen szakaszát a helyszínelés idejére félpályán lezárták, emiatt 5-10 kilométeres torlódás alakult ki.